Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Mózes első könyve 11. fejezetéből olvasom Istennek igéjét, Bábel tornyának történetét. Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. Amikor útnak indultak keletről, Sineár földjén egy völgyre találtak, és ott telepedtek le. Azt mondták egymásnak, gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól. És a tégla lett az építőkövük, a földi szurok pedig a habarcsuk. Azután ezt mondták, gyertek, építsünk magunknak várost és tornyot, amelynek teteje az égig érjen, és szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne széledjünk az egész föld színén. Az Úr pedig leszállt, hogy lássa azt a várost és tornyot, amelyet az emberek építettek. Akkor ezt mondta az Úr, most még egy nép ez, és mindnyájuknak egy a nyelve, de ez csak a kezdete annak, amit tenni akarnak. És most semmi sem gátolja őket, hogy véghez vigyék mindazt, amit elterveznek. Menjünk csak le, és zavarjuk ott össze a nyelvüket, hogy ne értsék egymás nyelvét. Így szélesztette szét őket onnan az Úr az egész föld színére, és abba hagyták a város építését. Ezért nevezték az Bábelnek, mert ott zavarta össze az Úr az egész föld nyelvét, és onnan szélesztette szét őket az Úr az egész föld színére. Kedves testvérek, az egyik őstörténetet, Bábel tornyának történetét olvastam fel. A teremtés történettel, a bűnesettel és az özönvíz történetével együtt ezeket nevezzük őstörténetnek. Ám az elnevezésük ellenére nagyon modernek, a mai emberhez szólóak ezek a történetek. A bűnesettől kezdve ezek a történetek arról szólnak, hogy az Isten által megteremtett ember hogyan lázadt fel alkotója ellen. És hogy stílszerű legyek, a Bábel tornya története maga a csúcs, abban a tekintetben, hogy itt az ember már Isten helyére tör. Igen, erről szól a mai jól ismert igeszakasz, hogy az Isten letöri az eget ostromló akaratot, hogy semmilyen emberi, civilizációs, technikai, tudományos törekvés, összefogás nem ejthet csorbát Isten szuverenitásán, hatalmán. És az is szépen látszik, hogy mi mit tudunk felmutatni vele szemben, az Istennel szemben, és ezek már a bűneset következményei. Egyrészt a befejezetlenség, gondoljunk a félbemaradt toronyra, másrészt a szétszóródás, az, hogy nem értjük egymást. Bár egy kultúrtörténész számára az elbeszélés elsősorban azt mondja el, hogy hogyan keletkeztek a kezdetben még egységes emberiségből a különböző nyelvek, számunkra mégis az lehet az egyik fő üzenet a mai vasárnapi igénkben, hogy Isten nélkül valóban mennyire nem értjük egymást. Igen, nem értjük és nem akarjuk érteni egymást. Elég csak arra gondolni, hogy mennyire ijesztően felszínesek emberi kapcsolataink, kommunikációink. Ahogy József Attila megfogalmazta, fecseg a felszín, hallgat a mély. Hogy mennyire semmit mondóak és semmit nem értők vagyunk. Ahogy egy másik költő írja, a szónak nincs szíve, és a szívnek nincs szava. Nem értjük egymást. Nem értjük egymást a családokban. És itt nem csak a nemzedékek közötti, egyébként teljesen természetes konfliktusokra és problémákra gondolhatunk. Nem értjük egymást a politikában, a közéletben, a munkahelyeken, mintha nem is egy nyelvet beszélnénk, és nem egy országban élnénk. És nem értjük egymást, legyünk őszinték, sokszor az egyházban sem.
vagy másról beszélünk, mint amiről, vagy éppen akiről kellene, vagy kegyes frázisokat puffogtatunk, vagy egyszerűen elbeszélünk egymás mellett. És talán a legnagyobb mulasztásunk, hogy beletörődünk a bábeli nyelv zavarba, és nem imádkozunk a pünkösdi nyelv csodáért. Igen, kedves testvérek, úgy gondolom, hogy ez a másik fő üzenete ennek a történetnek, hogy vegyük észre, hogy ennek a történetnek megvan a párja, az már az Új Szövetségben található Szentlélek kitöltetésének története, a pünkösdi nyelv csoda, ami pont az ellenkezője a bábeli zűrzavarnak. Itt hallottuk a kezdetben egységes emberiség, ből hogy lett sok nyelvű nép, nemzetség, ezt írja le a Szentíró. A pünkösdi történet pedig arról szól, hogy a különböző nyelvű emberek mégis egy nyelven hallották az apostolok szavát, az evangéliumot. És a Szentlélek egy nyelveket egyező hitre vezérelte őket. Igen, kedves testvérek! Így imádkozhatunk szüntelen Krisztusnak lelkéért, amely nyelveket egyező hitre vezethet bennünket, és összegyűjthet, hogy értsük egymást, hogy megtaláljuk egymást, hogy együtt tudjuk vallani, együtt a Filippi levélben található csodálatos Krisztus himnusz szavaival, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Úgy legyen. Amen.